Most jön az első igazán nagy tételbíró mérkőzés, hiszen délután ugye a krémes fogadás, tálca krémes fogadás az úgy szólt, hogy Lajos szerint Van Gerwen nyeri meg a UK Open, szerintem Van Dijvenbode, de most itt a lehetőség, hogy nekem biztosan ne kelljen tálca krémest adnom Lajosnak, ahhoz viszont Dave Chisnallnak nyernie kellene, mint ahogyan megtette a legutóbbi egymás elleni mérkőzésükön, igaz, az azért más jellegű mérkőzés volt, de hát háromszoros UK Open bajnokról beszélünk Michael Van Gerwen személyében, a tegnapi élményei a Premier League-ben azok eléggé frissek és eléggé jók, hiszen nyert tegnap a döntőben Johnny Claytont legyőzve, viszont ha már itt két kiemelt került össze, akkor azt hadd mondjam el gyorsan, hogy 12 olyan mérkőzés van a legjobb 64 között, amikor összesorsoltak két játékost a legjobb 32-ből, ami párját ritkítja, és ilyen magas számot ez a kategória még soha nem mutatott, és hát közülük itt látunk most éppen egyet, meg hát zajlik közben Van Barneveld, meg Cross meccs. Igen, hát ez azt jelenti, hogy 12 olyan meccs van, ami normál ki emelés esetén csak a 32 között jöhetett volna létre. Hogy onnan is megközelíthetjük, hogy 8 olyan kiemelt játékos van, aki nem kiemeltel került össze, hiszen 24-en pedig van. Egymással sorsolt. Hát ez ennek a kupa rendszernek a csodája. Egyébként jött kérdés a Sporttelevízión, hogy mi a rendszer ezeknek a versenyeknek, főleg a PDC-nél. Ugye azért tervben van nekünk, nem sokára beindítjuk a Darts podcastet majd itt a Sporttelevíziónál, ahol szerintem egy picit részletesen ki fogunk tudni térni a PDC-nek a komplett versenyrendszerére. Ebben most nem bonyolodnék nagyon bele. A UK Openről viszont elmondjuk, hogy minden évben egyszer van megrendezve, és ugye arról szól, hogy az összes túrkártyás játékos, aki az a 128 játékos elindulhat rajta. Ezen kívül van két sorozata, ahol nem túrkártyások játszanak a PDC-n belül. Ez a Development Tour, ahol az U23-asok játszanak, illetve a Challenge Tour, ahol azok a játékosok, akik elindultak a Q-School-on, ahol ugye a túrkártyákat lehet szerezni, de nem sikerült bejutniuk a 128 közé, tehát nem szereztek túrkártyát, és ezen a Challenge Touron csak ők vehetnek részt. Annak a ranglistájáról kerülnek be játékosok, illetve van egy úgynevezett 180! Riley's Amateur selejtező sorozat, ami 16 helyszínen 16 játékost juttat be ide a versenybe. Egyet láttunk közülük most az előző meccsen, ugye Banks személyében. Többet pedig már nem fogunk. Igen, többet nem fogunk, mert ugye kiesett Lidl is, hiszen ő volt a másik, aki bejutott kvalifikáltként, de Gavlas legyőzte 10-8, egy nagyon jó mérkőzésen egyébként. Szóval ezek a játékosok kerülnek be, a 160 között először összecsapnak ugye a selejtezőből bekerült játékosok, a Development Tourról és a Challenge Tourról bekerült játékosok, valamint a ranglistán, a túrkártyás ranglistán leghátul lévő 32 játékos, majd utána jönnek, csatlakoznak be sorba 32-esével a játékosok, és a negyedik körben, ami most zajlik, lépnek be a mezőnybe a legjobb 32 a világranglistáról. Nincs meg a ból. Nincs meg Chizinek. Szóval nagyjából így nagy vonalakban ez a UK Open, és még ami nagyon fontos és különleges, közben Van Gerwen megdobja, hogy itt már, amikor kialakul a legjobb 64 mezőnye, akkor mindenféle kiemelés nélkül, tehát összerakják a legjobb 32-t, és azt a 32 játékost, aki az előző körökből bejutott ide a 64 közé, egyetlen egy ibrigbe, egy kalapba, a délutáni műsort ezzel zártuk, ahol kihúzogatják egyenként szépen a párosításokat. Nincs kiemelés, nem foglalkoznak vele. Ha az első, a másodikkal kerül össze, akkor úgy kerül össze. A lényeg az, hogy közben 3-1-re vezet Raymond van Barneveld, és egyébként Adrian Lewis is Matt Campbell ellen 4-1-re vezet. Ráadásul 103-as átlaggal. Igen. Szóval itt nem számít az, hogy ki hányadik helyen áll. Itt összekerülhetett volna akár Smith mondjuk Peter Wright-tal is, és ugyanez fog továbbra is zajlani, végig sorsolni fogják a párosításokat, még az elődöntőt is külön le fogják sorsolni négy bejutóval majd, úgyhogy mindig körönként sorsolnak. Majd este, ma is lesz még egy sorsolásunk, amikor kialakul a legjobb 32 mezőnye. Ugye ma kialakul a legjobb 32, holnap tovább feleződik a dolog, hiszen lejátszanak két újabb fordulót, az 5. és a 6. Vasárnap délutántól pedig jön a legjobb 8, illetve vasárnap délután a legjobb 8, és vasárnap este jön a két elődöntő, illetve a döntő. 77. Így fog kinézni tehát, viszont az utolsó etapban, tehát vasárnap este a két elődöntő és a döntő, az már 11 nyert legig megy, majd ennyi. Ennyi változás, ennyi hosszabbítás lesz, ez pont annyit számít egyébként az angoloknak, hogy plusz egy reklám. Igen. Ami nagyon nagy meglepetés ebben a körben egyébként, hogy Simon Whitlock 2-7-es hátrányban van. Mármint nem idő
ben gondolom, hanem eredményben. Pedig vezetett. Martin Schindlerhe szemben. Igen, Schindler borzasztóan rá erősített. 60 ponton van Csisznál egyelőre, szép játék első pályáról, de lejön 60-ra Fangerben is. Gilding 7-3-ra vezet Ricky Evans ellen. Adrien Lewis 108,51, nagyon durva. És milyen jó, hogy láttuk délután, és tudtunk róla beszélni, miközben nem száll ki Csisznál. Én, hogyha választani lehetne, hogy ki nyerje meg a UK Open-t, akkor lehet, hogy Adrien Lewis-t mondanám. Nem azért, mert annyira szimpatizálok vele, vagy a világ legjobb játékosának tartanám, hanem tényleg visszakapna egy olyan játékost a PDC elitje, aki azért jó mérkőzéseket, plusz jó mérkőzéseket tudna varázsolni. 108 és feles átlaggal lehet. Ugye ez a mérkőzés, amit most látunk, ez pedig a két utolsó tornagyőztes, hiszen a European Tour Baltic Sea Darts Open versenyét a hétvégén, múlt hétvégén Dave Chisnall nyerte meg, ezen a héten pedig ugye a mini tornáját a Premier League-nek Michael van Gerwen, és mindez 64 között, tehát itt azért nagyon komoly erők csapnak össze, ahogy azt látjuk is. Gyorsan visszanézem, de azt hiszem, hogy tavaly volt, amikor ugyanígy 64 között, mintha ha Gary Andersonnal sorsolták volna össze Michael van Gerwent, ezt mindjárt megnézem gyorsan. 140. Nem utolsatok a tévében, mert a munkahelyemen azt hogy ott vagyok. Igen, tavaly van Gerwen, Gary Anderson meccs volt a negyedik fordulóban, ezt 10 hétre nyerte van Gerwen. Egyébként itt vissza lehet nézni olyan párosításokat a UK Open történetéből, hogy a legalacsonyabb számot kiadja a két játékos kiemelése. Egyébként ebben a 2013-as mérkőzés a 64 között Michael van Gerwen és Mervyn King között volt. Az első kiemelt volt MVG. 180! És a hetedik Mervyn King. Tavaly ez az MVG Gary Anderson meccs a második holt versenyben az MVG Espinal meccsel, ami 3 éve volt. Tehát ez csak egy kis játék a számokkal. Igen. Hát nem lehet mondani, hogy Andersonnak nagy szerencsé van akkor a UK Open, hiszen most James Wade jut neki. Nem lesz egy könnyű falat, sőt, kifejezetten nehéz mérkőzés vár a skótra, és hát azért James Wade sem veheti félváról ezt a meccset. 2-1 van Gerwennek, egyelőre mindenki szépen hozza a saját játékát, miközben a délután zseniálisan játszó Luke Woodhouse 4-0-ra vezet már úgy Jelle Klaassen ellen, hogy szerintem még a második leg után vagy annak környékén 100 fölött volt az átlaga a hollandnak. 140-nel kezd Csisznál. Igen, de Woodhouse-é meg 102-nál most éppen. Az jobb. És megint 180-nal kezdett, 4-0-nál. Mind a ketten, itt pedig 2 triplával Csisznál is, és van Gerwen is. 140, illetve 137. Csisznál pedig dobja tovább, amit dobnia kell. Jön a harmadik is mellé. 180! Na jó, azt hiszem, alaposan körbenéztünk a többi táblánál ahhoz, hogy most már erősebben a tekintetünket az egyesre szegezzük, ugyanis újabb 2 triplás jön. 181 és 224. Na, bevállalja az utolsót? Nem, de nem is kell. Viszont be is sokalt volna, azt nem is néztem hirtelen, 45 pontja marad. 134, 90-et hagy magának van Gerwen, előtte azonban 45-ről kiszállhat Dave Chisnall. Dupla 20. 2-2. Ez is magabiztos játék. Az utolsó leg a szünet előtt. 4-2-re vezet, jól hallottam. Igen. Raymond van Barneveld Rob Cross ellen, igen. Szerintem most Rob Cross van kiszállón, legalábbis alacsonyabb kiszállón. És közben kiszállt. Raymond van Barneveld kiszállt 114-ről, miközben 14 ponton állt. Osztam mindenit neki. Frankenstein. 180! Oly, de jó meccset játszanak! Kellett volna 139, így viszont ez csak 93.
Nagyon jó meccsek vannak ma este, és nagyon. Egy órája kezdtünk. Így van. És nem is csak a mi táblánkra gondolok. Egyébként ott sem lehet panasz, hanem úgy összességében. Kína a tripla, ott meg is van a 18-ason. Akinek az előnyével megyünk el az első pihenőre. Itt már nem lesz kiszálló. Azért lejön 70-re Csisznál. Tripla nélkül nem fog kiszállni, van tripla, dupla 18, az is! Az is megvan, 116-os kiszálló, minden egyes leget az nyert, aki kezdte, de hát a mérkőzést megelőzően a burradobást, azt Fangerven nyerte, úgyhogy ennek megfelelően 3-2-re ő vezet. Luke Woodhouse 103,098-1-re vezet jelle Klaassen ellen, innen nem valószínű, hogy lesz Klaassennek visszaút. 6-4-re vezet Adrian Lewis 102,17-es átlaga, de Campbell szépen kapaszkodik rá. Az éppen sikerült belenéznünk Lewis meccsébe, és nagyon sok 180-at dobott már egyébként. De jelen pillanatban még azért nem dőlt el az a találkozó sem. Mint ahogy a Richie Burnett Florian Hempel találkozó is, a többiekhez nézve az egy kicsit alacsonyabb színvonalon, 5-5-ön áll, de a körátlagok jóval elmaradnak a többi meccstől. Talán ez a meccs, illetve a Mervyn King Keane Barry összecsapás ló ki egy picit a sorból, ott azért bőven 90 alatti átlagok vannak. Mervyn King 7-4-re vezet a fiatal ír Keane Barry ellen. Viszont a 8-6-ra visszajött Simon Whitlock, 7-2-re is vezetett Schindler, úgyhogy Whitlock megint csak előadja a nagy küzdő szerepkört. 80 pont. Most megtalálja a triplauszat kétszer is Fangerven, 139. Szerintem Joker. Igen. Joker uzsonna után. Igen. Most már 9-1-re vezet Woodhouse, úgyhogy Jelle Klaassentől szerintem elbúcsúzunk itt a 60-ban. 180! Azért Woodhouse is egy plusz faktor lehet, hogy ezt a játékot tudja tartani. Igen, nem nagyon számoltunk vele, őszintén megvalva, de ez a játék, amit az előző meccsen is produkált, meg most is, ez azért elég kemény mutatvány lehet. Dupla 20, van rá 5 nyila. Csisználnak. Ez meg Gilding nyert 10-5-re. Ricky Evans-től is búcsúzunk tehát, pedig 3-3. És Andrew Gilding is majdnem 100-as átlagot dobott, 99,68, egészen zseniális játék a lépegető bajnoktól. Ez Wayne Mardulnek szól, de ő ugye nem ennél a csatornánál dolgozik, aki most közvetítik ezt az eseményt, hanem a másiknál. Jobban kezdte most hátsó pályáról ezt a kör Csisznál, miközben megint futnak a részeredmények lent. Barneveldéknél szünet van, azért hosszabb ideig 5-5 az állás. Kreatív. De csúnyán elszállt az a tripla 5-be. Az már a helyén van. 95. Adrian Lewis már 7-4-re vezet, 104-es átlagon még mindig. Schindler úgy tűnik elállította a vérzést, és 9-6-ra vezet. Egy legnyira továbbjutástól. Tud lejönni 132-re Csisznál, marad a 170, de ez sem rossz. Tripla 18 bull. Nincs meg. Nincs meg, tripla 20 vissza. Nagy 170. Az nagy előny lenne Csisználnak, ha ezt hátsó pályára meg tudná dobni. Így, jól állt az első nyíl. Marad a 36, így sem gáz azért. Csak akkor, hogyha Fangerven megdobja a 80-at, amire azért volt már példa. Egy kerekítő följebb, és a dupla.
Nincs benne. Na itt a break lehetőség először a mérkőzésen. Mégpedig Dave Chisnall előtt adódik. Dupla 18. Ezek jó nyilak pedig. De nem tud kiszállni Chisnall. Hihetetlen, ekkora esélyt elszalasztani. De hát még meg kell dobnia, meg is dobni. 3. Továbbra is break nélkül egy pici riadalmat okozhatott maximum Chisnall Van Gerwenben. Már amennyiben őt meg lehet ilyesmivel ijeszteni. Százos. Nagyon magas színvonalú mérkőzés egyébként. Nem kiemelkedő, de annyira stabilan jó. Azért nem baj, hogy Richie Burnett és Florian Hempel mérkőzése nem került a színpadra. Nem, mint hogyha egyetlen pillanatig is lett volna erre esély. Bánjuk, szerintem se. Közben már Luisa szünet után kettőleget is be tudott húzni, úgyhogy 8-4-re vezet Campbell ellen. 46, ez most hiba viszont Chisnalltól első pályáról, mert hátrányban van így. De csak 58, megköszönheti Van Gerwennek az angol. Most már viszont kettő triplára szüksége lenne Chisnallnak. 1. 2, de nem olyan. Imádom, amikor így nézegetik így a nyilat, hogy elment a tripla 4-be, és mintha ha azzal, hogy közelebbről szigorúan ránézel a nyilat, átköltözne valami nagyobb szektorba, de ez persze nem így van. De gyengeleg most ez előről Chisnalltól. 116. 16 dupla 20. És a breakért ő megcsinálja. Van Gerwen tudja az első breaket hozni a mérkőzésen. Ez pedig jelen állapotában a meccsnek elég nagy előnynek számít. Schindler közön megverte a Simon Whitlockot 10-7-re, úgyhogy Whitlocktól is elbúcsúzunk. Azért boldog születésnapot. Így van. Tegyük hozzá, hogy ugye rögtön akkor vette el most Chisnall kezdését Van Gerwen, amikor bőven megvolt Chisinek is az esélye ugyanerre, hogy elvegye az előző legben Van Gerwen kezdését, úgyhogy ezt nagyon jól használta ki lélektanilag a holland. Cross pedig közben fordított már Raymond van Barneveld ellen. Hát ott a lélektani előny az most már mindenképpen Crossnál van. Ráadásul az átlaga is sokkal jobb, 99-es átlagon van Rob Cross, és 90,2 Raymond van Barnevel. Előtt egy picit megzuhant Barney játéka attól a Rob Cross-féle fölzárkózástól. Adrian Lewis ott hagyta Matt Campbellt, 9-4-re vezet, 102-es átlaggal még mindig. Ő is és Luke Woodhouse is valami ilyesmi számmal fogják majd befejezni a meccsüket, ami jó két olyan játékostól, akinek a képességeit ismerjük, és számítunk rájuk a végelszámolásban is, nem csak ezen a versenyen, hanem úgy összességében. Azt bánhatja azt az ötöst. Ez melegít már a haverod. Melyik? Hatos pályán, Daryl Gurnick ellen, Reeds ellen már melegítő nyilakat dobnak, ahogy ellen Suter és Nathan Espinal is ezt teszi a nyolcason. Luke Woodhouse pedig 10-2-re legyőzte Jellek Lászent egy 102,83 százados átlaggal. Parádés játék Woodhouse-tól. 32 között. Mindenképpen tényleg számolni kell vele, nem lehet rá legyinteni, az biztos most már Woodhouse teljesítményére. Ilyen hosszú meccset is lehozni 100 fölötti átlaggal, az már komoly teljesítmény, miközben Van Gerwen meg egyre jobban elhúz Dave Chisnalltól. Közben Adrian Lewis is nyert 10-4-re, végül is zsinórban behúz
látta mind a négy meccset a 6-4-es vezetésről, ami a szünet után jött. És bizony, nézem az átlagát, Adrien Lui 102,61-en nyert 10-4-re. Úgyhogy, ahogy mondtad, Chris Dobby és Luke Woodhouse után, illetve Gervin Price természetesen, ugye őt se felejtsük el, Adrien Lewis is 100 pluszos eredménnyel tudott bejutni, és ugye ebben a körben eddig a legmagasabb átlaggal Luke Little kapott ki, 100,2-es átlaggal 10-8-ra Gavlasztól, aki 97-et dobott. 140-et, ha itt Csisznál. Jó, a 95 sem jött össze Van Gervennek, így nincs kiszállója. Azért az, hogy Luke Woodhouse lejátszott most 12 leget, 180! Összesen 20 leget, és ebből a 20 legből az egyik mérkőzésen volt 103,3-es átlaga, meg most a 102-es, az már úgy nem tűnik véletlennek. Hát az egyáltalán nem. Azért mondom, hogy most már ővele azért számolni kell, tényező lehet. Bár teszem hozzá, ugye új nap, új remények alapon. Sosem tudjuk, hogy egy játékos hogyan készül fel a következő napra, de ettől függetlenül vele számolni kell majd, mint ahogy Dave Csisznál is szerintem Van Gervennek, mert még lehet gondja ezen a meccsen. Szüret. Így van. Na de itt megyünk tovább. 6-4-es Van Gerven vezetésről, több szünet pedig nem lesz ezen a meccsen. Jó van, Görni alakul, feljött 85-ös átlagra, most már 3-0-ás hátrányban van. Jó első nyílt Csisznától, második azt hiszem fölötte, még bizony százas. Ez is száz. Talán az a Killington-Clairemaker párosítás bizsergeti meg a legkevésbé az embert. 140. Konor 2-0-ra vezet Vattimena ellen, Rafferty. Tedevec is még csak most kezdett el játszani. 3-0-ra vezet Ritz. Zolinak kezdenek apró könycseppek megjelenni a szeme sarkában. Nem, győzelemnél hamarabb jelennének meg. Annyira hihetetlen lenne? Abszolút. Ez pont olyan kiszálló a Csisznál az előző száz. Ezben egy ilyen never ending storyként, a UK Open never ending story-ja a Richie Burns, Florian Empel összecsapás, még mindig csak 8-6-nál járnak, miközben itt már más táblákon réges-régen a második meccseket játsszák. Legalább jó átlagok vannak, az fontos. Igen, 83 és 87. Mindjárt megnézem, hogy... Ez a küzdelem dominált típusú összecsapás. Ki az, aki idegbajt kap egyébként a másik? Robbie John Rodriguez és Steve Beaton, hogyha az a kérdés, hogy utána... Akkor egyikük sem, mert nem ez a típus. Utána kik következnek. Igen, ők. Steve Beaton az a világ egyik legnyugodtabb darts játékos. De utána viszont Van der Fort és Brandon Dolan. Jó, de legalább Dolan nem akarja vagy megpuszilgatni Van der Fortot. Nyugtával. 8-8 kiegyenlítek közben Van Barneveld. De jó lenne látni ott annak a meccsnek legalább majd az utolsó legét, ezt az utolsó kettőt. Persze emiatt sem kell szomorkodnunk. 15 nyilassal egy. Visszaveszi az elveszített játékát Csisznál. 6-5. 6-5-re. Egyébként most meg elég rosszul kezdtek mind a ketten. Cross is és Barney is. Két kör után még Barney 400 fölött, Rob Cross 372-n, úgyhogy van ott is mit javítani, meg most már dolgoznak az idegek. Jó kezd Csizé, tripla 20, megvan 140 pont, érkezik az első körben. 140 ott is, visszadobja Van Gerven. Ritz 4-0-ra vezet Daryl Gurney ellen.
ugyanúgy 107-36-on Reeds, mint William O'Connor, aki még csak 3-0-ra vezet Vattimén ellen. Tényleg parádés teljesítményeket láthatunk ma este, legalábbis számokban. Újabb 140. Ez benne van a triplában. Ó, mekkora hiba ez így, nincs kiszállón Csisznál. Azok után megkérdezte, hogy mennyi van a táblában. Már miért nem dobta oda az utolsót is vajon? Jó kérdés, mert az is kiszálló lett volna, egy sima 20-as dob. Nagy bajba azért nem került Csisznál, köszönhetően ennek a gyenge körnek Van Gerventől. Azonnal váltania kell, nagyon betakart az első nyíl. 96-79 marad. Megint cross vezet, 9-8. Ez most sokkal jobb. Gyönyörű 134-40-re. 79 pont. Hogyha ezt nem oldja meg Csisznál első pályáról, megint visszatérhet a break hátrány nevű szörny. 20 dupla 20, egy nyila lesz a kiszállóra. Dupla 20. Na közben. Fülön tüsszentette Van Gerven. Nem, valami van. Ajjaj. Ez mindenképpen elvonta a figyelmét, de nem, meg is zavarodott tőle egy picit Csiszna. Berepült egy bogár? Nem tudom, de 7-5 Van Gervennek itt az újabb break. Valami nem stimmel ott. Egyébként lassan Burnettig 50 perce játszanak, és még mindig nagyon stabilan megy a meccs, igaz. Most már 9-6-ra vezet Florian Hempel. William O'Connor pedig... Ő haverjuk repülhetett oda. William O'Connor 5-0-ra vezet Jermaine Vattimena ellen. 5 leg, 114-es átlag. A Vattimena arcára kíváncsi lennék. 180! Csisznál lehet, hogy a meccs után mehet egyből a fülorgégészetre, mert valamit ki kell pattintani ott a füléből, ahogy nézem, mert még mindig hozzá píbelődik a visszamenetelnél is. Szépen halad a győzelem felé most már Van Gerven. Több szünet ráadásul ugye nem lesz. 95-130-ra. És még életben maradhat a tálca krémesem. Életben maradt Richie Burnett is, feljött 9-7-re, 81-es átlaggal. De gyorsan tereltél a betyárját neki. Nem is figyeltem, mit mondtam. Akkor jó. 130. Most már 115. 38 a maradék. Elég jó helyzetben van most Van Gerven. Igen. Az a tripla 20-ból pattant ki. Azzal meg lett volna a kiszálló, így viszont nincsen. Nem tudom, azt mondtuk-e, hogy játszik már Alain Suter és Nathan Espinal is. A skót vezet 3-2-re, itt pedig 8-5 Michael Van Gervennek. Ezben egyik kedves néző kérdezi, este lesz a sorsolás a következő körre? Igen, az utolsó színpadi meccs után egy pici szünetet fognak tartani, hogy betologatják azt a kis kocsit, amin rajta van a sorsoló ibrikek, és bizony egy rövid szünet után meg is tartják egyből a 32-nek a sorsolását, úgyhogy ezt mindig nagyon imádjuk a verseny során, és ez így fog zajlani végig. Egészen ugye az elődöntőkig, hiszen az elődöntőket is már, vagy még sorsolni fogják, hát a döntőt már ugye nyilván nem kell. Kellen Ritz 6-1-re vezet Daryl Gurney ellen. 55. Egyébként 106-os átlaga van Ritznek is. Bizony. Az nagyon extra. Oh, 134, de jössz 150-re Csizi. Nem váltott le, pedig azért egy ilyen első nyíl után 10-ből 9-szer leszokott váltani Van Gerven. Így 100 pontot dobott. Bocsánat, 60 a maradék. 140.
10-9-re nyert Rob Cross Raymond van Barneveld ellen. Cross is ott van a 32 között, Barneveld pedig kiesett. 13 nyilassal fejezte be Rob Cross a meccset. Dupla 10. Miközben előtte Barney is egy 13 nyilas dobott, tehát tényleg igazi nagy csata volt ez kettőjük között. Dupla 12, 72-ről a kiszálló 9-5. Ja, jól számolok, egyelőre a legmagasabban rangsorolt kiesőnk az Ryan Searle a 14. helyen. Azt hiszem előtte még nem esett ki senki. Raymond van Barneveld a 31. volt. Közben 115-tel kezdi, könnyen lehet, hogy az utolsó leget Van Gerven. Igen, hát ha ott fordítva lett volna az eredmény Rob Crossiknál, akkor azért Cross erősen beelőzte volna Ryan Searle, de eddig valóban Searle a legmagasabban rangsorolt kies. Ujjajjaj! Nem biztos, hogy akarunk most szájról olvasni. Klérmáker 3-1-re vezet Killington ellen. Szigeti Gergelytől megkaptuk Vattimén a fejét. Hát úgy ismerem a fejét, csak hogy amikor már az ötödik szerintem leget bukja a zsinórba, és 110 fölötti átlagot dob az ellenfél, hát ott nem sok kérdezni való van egyébként. Viszont van egy jó hírem, Richie Burnett most már 9-8-ra feljött az átlaga, viszont rohamosan esik vissza, most 80,6. Úristen, az a táblán ezt szerintem megkaparja magukat, de lehet egyébként, hogy önmagában az egész PDC szervezőség megkaparja magát, mert az a meccs, hogyha ennyire elcsúszik, ez megcsúsztathatja az egész programot. De szerintem akkor onnan az utolsó meccset áttennék. Lehet, hogy át is fogják tenni egy másik táblához, hogy előbb el tudjon kezdődni, mert itt óriási csúszásban vannak, és ilyen parádés 58-81-68-60 ilyen legeket dobálnak, úgyhogy... Egyébként hozzáteszem, nem olyan óriási, mert ott is a második meccs, meg nálunk is a második meccs van. Hát igen, igen, mert ugye ott jóval előbb el is kezdték a meccset. Hamarabb el is kezdték, meg a szünet is kevesebb. Igen. Hát biztosra mennek. 105 marad, nem váltott le a burra. Lehet, hogy jól járt volna vele Csisznár, de hát... 52-ről megoldhatja a győzelmet. Dupla 8. Nem oldja meg. Nem. Majdnem be is sokalt. Ezért bánhatja most Csisznál, hogy nem dobott a búrra, mert akkor most 100 pontja lenne, nem pedig 105. Ellen Suter 5-2-re vezet Espinal ellen. Espinal lehet a legmagasabban rangsorolt kieső, amennyiben... Ó, oh, gyönyörű! 105-ről megoldja így Csisznál, 9-6. O'Connor folytatja a teljes, jó teljesítmény, 106,6-os átlaga 7-1-re vezet Vattimena ellen. 116-os kiszálló a legmagasabb a mérkőzésen, azt Van Gerven dobta, most már Csisználnak is van egy 105-ös. Közben Zolival ránéztünk erre a Richie Burnett, Florian Hemper rangadóra, de ilyen elvétve van tripla benne, nem hogy ilyen 140-ek, meg ilyen tripla alig van benne. 180! Ráadásul most úgy néz ki, hogy 9-9-re fordulnak rá, hogyha a Burnett megoldja az 56-ot. Itt megjöhet a válasz a 180-ra? Nem, 140. De dobhatja tovább Van Gerven. Bizony. Ó, oh, tripla egybe elment. Magassága jó volt, igen. Pedig. 43. Nézzük a 19-es Csisznánál. Nagyon lecsúszott az első nyíl a Van Gervennek. 96. Egyébként önmagában nem is lenne probléma az, hogy valakik ilyen 80-84-es átlagokat dobnak, de ráadásul ők még pluszban nagyon lassan is dobnak, mind a ketten. Döntő legkövetkezik. Legalább 9-9-ig. Közben lemegy 70-re Csisznál, úgyhogy szépen próbál kapaszkodni. Tripla 10. Aj, de szép! 150, 32. Nem dob rá tripla 20-ra. Na de, azért még jobb helyzetben van Csisznál. Dupla 20, ő is meg tudja dobni a tripla 10-et. A dupla 20-at is, 9-7. Csizi életveszélyes, még ezekben a szituációkban is.
Ráadásul rosszul kezd Van Gerven. Ami egy 39-es körben mutatkozik meg. Kettő triplával irányíthat azonnal egy kör után Csisznál. Egy. Csipkebokor vesző jöhet a harmadik. 140. A te leszel a párom, az már nem jött, csak a csipkebokor vesző. Addig tudtam. Ja. Hozzáér? Hozzá, százas. Meg közben izgulok Richie Burnettért, meg Florian Hempelért is, hogy, hogy valahogy vége lesz-e. Túléljék ezt a mai napot, mi? 180! Te ott a te vagy az én párom! Igen. Na! Így még izgalmas lehet, mert hogy ő kezdene, mármint Csisznál, a 9-9-ért. Menni kell lefelé. Jó a leváltás. 104-nél tartunk. De nagyon lóg az a nyíl. Hát 54-et dobni. Igen, de még így is azért elég jó pozícióban van, mert Van Gerven nagyon fönt ragadt. Az viszont szépen jön lefele. 128-as 134-re. Hopp, közben volt egy 140-es kör a Richie Burnett Florian Hempel meccsen. Igen, és Hempel is dupla, dupla. 300-at, csak mondom. Egy megvan! Jóságoség! 9-8! Picit ilyen Rob Cross faktor kezdődni. Ezek a sokkoló kiszállókkal. Életveszélyes játékos, bármikor képes előhúzni a cilinderből ilyen legeket, ilyen kiszállókat. Elképesztő. 9-8 és Csisznál kezd. 216 mellett. És nézd meg, ott Oha. A dupla, az szerintem fölötte, de 140 azért az. Hú, ha innen kikap Van Gerven, az... Akkor kiesik. Komoly, igen. De nem akar. És akkor én már nem... 180! Én már nem nyerhetek tálcasütit. Richie Burnett viszont még nyerhet UK Open-t. Nagy meccs volt, nyert 10-9-re Hempel ellen. Egy jó kis 79,95%-os átlaggal sikerült bejutni a legjobb 32. Szerintem Hempel a fejét a falba verhet, hogy ilyen meccset nem sikerült behúzni. Az ötödik is jó! Alá megy a hatodik, de az esély a győzelemre sokkal inkább most megint Van Gerven felé billent el. Nem tud lejönni kiszállóra Csisznál. És nagyon összekapta magát a holland. Aj, de gyönyörű kerekítés. 16-ra, 10 nyilas lehetőség hátsó pályáról. Csisznál pedig 246-on. O'Connor 9-1-re vezet Wattimen ellen 101-59-el. Nézzük, Van Gerven tovább dobja el magát. Dupla 4. Benne van! Megoldja, és 10-8-ra gyer Michael Van Gerven. És azt hiszem, hogyha így fogunk szórakozni a hátralévő két mérkőzésen is, akkor, akkor nagyon-nagyon jó esténk lesz, és megmondom őszintén, nézve tényleg alaposan a többi mérkőzést is, azért az én várakozásom... Most beszélnek róla, hogy mi történt a fülével, de nem tudja ő sem, hogy mi... Az én várakozásomat felülmúlja egyelőre ez a mai este, hogyha az összes mind a 8 táblát nézzük. Igen, de hogyha csak a két színpadi meccset akkor is szerintem, mert az előzőn láttunk egy nagyon jó fiatal játékost, egy nagy... Nagyon jó színvonalú találkozót zömmel Price jó voltából, itt pedig egy óriási küzdelmet láthattunk két éljátékos között. Itt tehát sorra jutnak tovább a világbajnokok a színpadon, Gervin Price, Michael Van Gerven, lesz még két világbajnokunk, a következő Michael Smith lesz a VB címvédője Ian White ellen.